Nemzeti minősítő gyakorlatot tartott Bonyhádjárási Völgység mentőcsoportja Nagymányokon. A Nagymányok Egyesület mellett jelen volt még Bátaszék, Kakasd, Tevel és Bonyhád alakulata is. A mentőcsoport tagjai a reggeli oktatás után terepen folytatták az akciót, mondta Bartucz Máté, Nagymányok polgármestere. A gyakorlat célja, mint mondtad is, a nemzeti minősítés megszerzése. Két kár helyszínünk lesz, víz és vihar kár elhárítására lesznek minősítve a mentőcsoportnak a tagjai. A gyakorlat módszere az két részből áll, egy tantermi előadásból és egy terepgyakorlatból. Tantermi előadás az már reggeli órákban megtörtént, és jelenleg a terepgyakorlat helyszínén vagyunk, itt lesz mindkét kár helyszín is. A mentőcsoportban fontos szerepet vállal a Nagymányoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Ez is volt az oka annak, hogy a településen tartották a gyakorlatot, mondta a polgármester. Egy pár mondatban összefoglaltam az Önkéntes Tűzoltó Egyesületről egy-két gondolatot. Eddig is aktívan közreműködtek a településen bekövetkezett káresemények felszámolásában. Célunk az, hogy ne csak a településünk önmentő képességét fokozzuk, hanem mint bázisként a járásban is aktív szerepet tudjunk vállalni a települések segítésében, ezzel segítve a településeket és csökkentsük a hivatásos egységekre nehezedő terheket. A szervezetben lévő tagok nagy előnye a szakmai tudásuk, felkészültségük mellett a járásban kiemelkedő helyismeret, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy gyorsan és hatékonyan tudjanak reagálni az adott káreseményekre. Mentőcsoport elsődlegesen árvíz és viharkárok felszámolásában tud majd aktívan közreműködni. Az ehhez szükséges technikai eszközök rendelkezésre állnak, illetve törekszünk az elméleti és gyakorlati képzésekkel növelni az egyének szakmai gyakorlati tudását. A Nagymányoki alakulat már a bonyhádi önkéntesekkel is együttműködött korábban, például a kadarkúti viharkároknál a tetők nájlonozásában, amik a heves égeső miatt sérültek meg. A két csoport 4-4 fővel kivonulva, és a hétvégéjüket is beáldozva mentek ki a veszélyhelyzetet elhárítani, mondta Hucker András, az egyesület parancsnoka. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület adja, talán mondhatom így, hogy a gerincét ennek a mentőszervezetnek, hogyha ilyen jellegű károk voltak eddig is, akkor a Tűzoltó Egyesület riasztva lett, így viszont nem csak Nagymányok településen, hanem az egész Völgység területén, ha nagyobb viharkár vagy árvízvédelmi feladatra kerül sor, akkor oda is riaszthatók leszünk, mert az Önkéntes Tűzoltó Egyesület vonulási helye eddig Nagymányok és Kismányokra terjedt csak ki. Van, akiknél generációról generációra száll ez, mint például nálam is, vagy nálunk is, és van, ahol az önkéntességet, az önkéntes segítség nyújtást felmérik, hogy erre mekkora szükség van, és önként lépnek be a fiatalok, idősebbek egyaránt. Nagymányok a katasztrófa védelemmel egyeztetve a jövőben is tervezi hasonló minősítő gyakorlatok és oktatások megtartását.